Az Együtt Egymásért Jövőnkért Közhasznú Egyesület sok éve szervez kirándulásokat családok és a Tisza Nyugdíjas Klub tagjai számára. Most hallgassák meg az Egyesület elnökét, Pece Lászlónét, aki a Nyugdíjas Expóra szervezett utazásról és a szükséges tudnivalókról adott tájékoztatást. Köszöntöm a tévénézőket! Először is szeretnék köszönetet mondani a Phoenix TV-nek, hogy lehetőséget ad egyesületünknek évente több alkalommal a rendezvényeinek a bemutatására. Mai alkalommal is szeretnék egy figyelemfelhívással élni. Egyesületünk legközelebbi szervezése december 6-án Budapesten a Nyugdíjas Expóra lesz. Azért is kértem ezt a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy ezt meg is kaptam, hogy szeretnénk minél több, vagy minél nagyobb létszámmal részt venni ezen a rendezvényen, amely ilyet már a tévénézők ismerhetnek korábbi évekből, hiszen a tévé összefoglalót mindig közvetített. Az idén is az elmúlt évekhez hasonlóan egésznapos kulturális rendezvényről van szó. Délelőtt amatőr együttesek lépnek fel igen magas színvonalon, délután pedig profi fellépők szórakoztatják az ott lévőket. Ezen kívül egész nap ki van települve az egészségügyi szűrőbusz, amelyet mindenki igénybe vehet, ki vannak települve különböző egészségügyi intézmények, különböző kereskedelmi intézmények, gyógyfürdők, és sorolhatnám még tovább. Tehát lehetőség van még mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy szeretne részt venni, természetesen a létszám az korlátozott. Gyakorlatilag valamennyi önrészt fizetni kell a résztvevőknek, de a nagyobb részét az Egyesület pályázati alapból tudja támogatni. A részvételi díj utazással, belépődíjjal, tehát az egész napos részvételi díjjal 2800 forint. Akár személyesen nálam, az még megteheti. Így is szeretnénk minél több embert elvinni, hiszen aki ott volt eddig, mindig nagyon jól érezte magát. És nem utolsó sorban a hazafelé úton mindig úgy szervezzük, hogy Budapest kivilágított részén végigjövünk, ami megint nagy élményt jelent mindenki számára. Köszönöm, hogy meghallgattak.